biztatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Legyen abban az áldásban, amelyet Ábrahámnak és Ivadékának ígértél, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a veletekkel. Emeljük fönn szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert bizony méltó és igazságos ünnőékünkön, hogy mindig és minden hálát adjunk téged, mi Urunk, szentséges Atyán, mindenható örök Isten. Itt szentjeinek serege áll és ünnepel, mert megkoronázott bennünk a kegyelmetről szerzett érdemet, az ő szent életünk példakép számunkra, és mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, ami Urunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet hímusát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Köszönöm.
áldozat áldozatára, Istentől benne a sadárán, akinek föláldozása árán ilyen érzelődni akartál. Engedd, hogy mi, akik fiatnak testét és élén magunkhoz vessük, szent lelkével eltelve, egy test, egy élet keressük Krisztusban. Tűntegyen minket előtted, örök áldozat áldozat, hogy elnyerhessük az örökséget választottaitól, elsősorban Isten anyjából, a boldogságos Máriából, szent apostolaitól, a dicsőséges vértanúktól és az összes szentekkel is. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegíthet minket. Élünk Istenünk, hozza meg engedhető áldozatunk az egész világ számára a békét és az üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, Földi zarándok útját járva egyházadat, szolgálat János Pál pápánkat, László, Gyula, Igor püspökeinket, a püspökök testvérét, a papságot és egész megváltott népet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy néned elé járjunk. Jóságos atyán, vont magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elmünk testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöttek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön. Thank you.
aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány. Uram, nem csak egy fél szó, hogy elégomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjöjjön az életem. Érsek atyait közé megáldozta a két atya mellette két oldalt a székek között az elől ülők jöhetnek és állók, többi atya nagy hátrán megy egy ilyen nagy sugárba, azokon a pontokon lehet őket megtalálni.
meg minket újságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus, ami úrunk által. Mindenki előtt ismeretes, hogy az Országos Lelkipásztori Intézet és a Katolikus Ifjúsági Mozgalom által rendezett havasi eseménysorozat összefügg a Szent Atya jövőbeli Magyarország látogatása. Büszkék vagyunk arra, hogy kicsi városunk házigazdája lehetett ennek a szép ünnepség sorozat. Nem különben büszkék vagyunk arra is, hogy több magas egyházi személyiség és kormány megbízott jelenlétével öregítette városunk hírnevét. A katolikus ifjúsági napokra több száz hazai és külföldi ifjú kereste fel városunkat, ismerhette meg szüke hazánkat ismerős. Bízom abban, hogy minden résztvevőnk kellemes emlékekkel távozik, remélve azt, hogy a rendezők is elégedettek a város által nyújtott körülményekkel, a helyi közreműködő áldozatos és lelkes munkájával. Hölgyeim és uraim! Mindannyiunk nevében külön nagy tisztelettel köszöntök érsek urat, köszönöm, hogy már több helyi meghívás után ismételten megtisztelte jelenlétével. Mondunk köszönetet, aki egyéniségével is gyógyít,
Köves Gyula főorvos úrnak is, és a kórház valamennyi dolgozójának, akik a tábor egészségügyi hátterét, ilyen értelmű biztonságát jelentették. A város díszpolgárának, aki itt a Szentreckét, az Isten üzenetét bátran és szent izgalomban fölkészülten vállalta és közöttünk elmondta, Bodor Tibor színművésznek, hogy osztozott örömünkben, az evangélium örömében is. És ugyan kinek? Szeptemberi ifjúsági találkozókból származik, amikor a Somlyó-hegy oldalába a fiatalok terméskőből kirakták ezt a jelszót. Le is meszelték távolról, nagyon szépen látszott. Megtörtént a találkozó, utána olyan volt még a helyzet, a hatóság összeszedette. Hál' Istennek a jelző ismét kinőtt, ott van, mindenki olvashatja, Jézus az út, igazság, élet. Ezt hoztuk el Kiskunhalasra, fogadják szeretettel tőlünk. Thank you.
fiatalok felé egy hirdetés, a buszaink ott állnak, legyenek szívesek beszállni, akik elsőre nem jutnak be, türelmesen várakozzanak, ugyanígy fog a busz visszajönni. Fürdés, vacsora, és aztán 9-kor megkezdődik az esti program kint a táborba. A szervezők, az ételosztók szíveskedjenek egy percre megbeszélésre.